Nagy volt a forgatag, nyüzsgés a Kovászon, vagyis az első pécsi egyházmegyei családi fesztiválon. Kővár János önkormányzati képviselő, mint nagypapa érkezett a rendezvényre, alig egy éves unokájával. Nagy családos a képviselő, Boróka az első unokája. A lányom hozta el, nem az én érdemem, és az sem, hogy megszületett, viszont közös örömünk. És hát ez az első ilyen ünnepsége, nem csak azért, mert hogy most először van a Kovász ünnep, hanem azért is, mert még nincs egy éves, de hamarosan majd jön az unokatesó is. A Domkötárban, ahová várható rossz idő miatt a rózsakert helyett a Kaláka koncertet is tervezték, rengetegen összegyűltek a Kovász első egyházmegyei családi fesztiválra. A galérián több foglalkozást is tartottak a fesztiválozó gyerekeknek. Az eseményre még a Nemzeti Művelődési Intézettől is ellátogattak. Hát ez nagyon fontos a közösségépítés szempontjából. Is, és itt a gyerekek akár össze is barátkozhatnak, és ez a családokat is összeköti. Természetesen az, hogy ilyen rendezvényeken részt vesznek, ez minden egyes alkalommal egy építő dolog lehet a számukra is. Négy unokával vagyunk itt, és hát itt a kislány rajzol, a kisfiú meg az apjával elmentek le a előadást hallgatni, és hát nagyon jó érezzük magukat, itt a család együtt van. Úgyhogy, és hát ugye keresztények vagyunk, én magam katolikus, de a menyem, meg a ilyen mondok, reformátusok, és hát járunk templomba rendszeresen, és örülünk, hogy itt lehetünk. A Kaláka Együttes gyerekkoncertet adott a tőle várható hangulatos, interaktív gyerekvidító stílusban. A csapat 2021-ben volt 50 éves, több generáció nőtt fel pályafutásuk alatt. A Kaláka 1969-es megalakulása óta egyet jelent a magyar és az egyetemes költészet kimagasló alkotásainak megzenésítésével. Mikor megtudtuk ennek az alkalomnak a hírét, akkor gondoltam, hogy azt a dalt, amit Lackfi Jánossal írtunk közösen, a himnusz az égi földi kenyérről, azt esetleg elénekelhetnénk itt együtt, és valóban ezzel kezdődött az alkalom, ez a koncert. Hát ugye mi gyerekvers, felnőttvers. Kányádi Sándor bácsi azt mondja, hogy nincsen gyerek meg felnőttvers, csak vers meg nem vers. És mi mindig verseket énekelünk. Lehet, hogy a gyerekeknek kicsit díszesebben, kicsit gyorsabban, de alapvetően mi mindig arra törekszünk, hogy értékes költészetet nyújtsuk át a hallgatóságunknak, úgyhogy lehetőleg a zenén keresztül a vers jön át, a költői mondandó, és ez ugyanúgy van gyerekeknél, mint felnőtteknél. Azt mondja a barja, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát a nyuraknak varja, tanul a gólyának, a bölömbikának, kár, nem ilyen akárki fián. Mindig adódik, valaki mond valamit, vagy egy másik hangszert előszedek, és akkor nem jut eszembe a dal. Na mindegy, szóval van mindig valami improvizáció, de alapvetően az a struktúrája a koncertünknek, hogy én mondok valamit, aztán játsszuk. Nem, nincsen előre megbeszélve az, hogy mi következik egymást, de úgy körülbelül tudjuk. Hát a Kaláka repertoár az elég nagy. Csak úgy aktívan nem tudom, mennyit tudnánk eljátszani, de biztos, hogy most el tudnánk egy másik koncertet játszani, úgyhogy semmi azonos nem lenne a gyerekdalokból. Hát aztán a felnőtt repertoárt pedig, hát amikor végigjátszunk 3-4 koncertet egymás után, hogy nem azonos. De hát ez teljesen természetes. Most nem 30 lemezünk van, vagy 1000-nél több dalunk, szóval azt nem tudjuk, azt mindig fejből. Tadunk 20 éve